pedig bundába rántott cukinit fogunk sütni. Leütöttünk 4 tojást, ehhez teszünk egy kis sót. Így. Fölveljük. Egy kis vizet is adunk hozzá, nem sokat. Hozzá lisztet. Ki milyenre szereti a sűrűre. Hát ez ilyen palacsinta tészta lényegében, csak tej helyett víz van benne, még nem olyan sok. Még kell hozzá liszt. Jó is lesz. Most ezt félre tesszük. Majd meglássuk. Hát, ha kell. A cukimet előzőleg megmostuk, most pedig megpucoljuk. Így megpucoljuk. Az őgyit azt jól leszedjük, mert az őgy, a híja, az kesere. Na, kész. Leszeljük. Lehet így hosszúra is. Hosszúkásra, így. Eldarabolunk több felé. Nem muszáj kereknek lenni. Jó, jön a cukinink.
az ő, de azt leszedjük, mert keserű lesz. Jó van, most már föl van szelve, nem sózzuk meg, mert vagy hát nem is tudom, egy kicsit, hát lehet egy kicsit, nagyon kicsit megsózzuk. Csak akkor kiengedi a levit, ami a vitaminja a leve. Na, akkor melegítjen. Még öntünk hozzá egy kicsit. Most már megnézzük, hogy elég forrója az olajunk. Hát, majd melegszik. Jó forró. Az első adag sűrítben. Igen, fordítsuk. Másik oldalára. Közben egy adag már kisült, igaz? Igen. Mindjárt megnyitom. Mindjárt megsüled is. Egy tálba szedtük ki, alá tettünk törlőspapírt, hogy ami olaj esetleg, hát ugye fölszívja az olajat. Vékonyra vágtuk őket, és akkor szálltjuk. Ez a bundába rántott, bundába cukini. Rántott cukini, aminek van bundája. Thank you.
ide. Kicsit. Így. Hogy süljön. Akkor ugyanígy süssük ki a többit is. Ugyanígy süstjük ki, igen, a többit is. Belerakjuk. Bele. Mindenhol érje, gondolom. Igen. Tiszta. Tiszta. Akkor majd visszatérünk a kis hűt. Az is kiszedjük, így. Nem túl sűrűre csináltuk a bundáját, csak hogy olyan szép, még hát utána, hát finom. Mi maradt ki egy kis bunda, ez pedig bele szaggassuk. Így. Megsütjük. Egy ilyen sűrű volt a tésztánk, úgyhogy megbírtuk benne hempergetni, még föl is tudta venni magának, amennyi ráragadt a cukinira. A cukiniünk az olyan volt, hogy gyenge, mert ami öreg, annak nagyon magvas a kemény a magja. Ez nagyon finom, gyönge cukini volt. Így. Kész. Megdagadt, így ez már kész is. Letesszük innen a melegről, így kész. Na, kisült a bundába sült, rántott cukini. És nagyon finom gyönge, megkóstoltam, ami nem, hát gyönge volt, úgy körmivel is érzi az ember, meg mikor szeli, de ami már öreg, az nagy a magja, az nem igazán jó rántani, mert magvas és kemény. Jó étvágyat kívánunk hozzá, ha ízlik, akkor jelöljenek meg bennünket, és lájkoljanak bennünket. Jó étvágyat kívánunk!